Általában újdonságokkal készülünk, mint mindig. Most is vannak segédeszközeink. Há? Kis pisztoly, habverő, cintányér, papírlap. Hol máshol? Induljon tehát a miskolci rally cirkusz! Valaki megfogja a pisztolyt. Köröket rajzol, köröket folyamatosan. Jobbra vagy balra? Tök mindegy, köröket. Egyfolytában, jó. Kávét lerakja, amatőr. Balra megfogja, ezzel tátüt. Tá. Közben kört rajzol. Kört rajzol. Ennyit a ritmus érzékről, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Viti, hagyd ezt! Mi van? Rajzolok köröket! Adom az üzegrendszerem, most engedjük el, így rossz. Úgy tűnik, Latyaknak nem adta ki a lépés, bizonyította ez a pávvizsga is, de sajnos nagyobb a baj, mint gondoltuk. Van baj. Mi történt? Második gyorsaságira már a Bükszent László, Bükszent keresztre éreztük, hogy dadog a motor. Kitámasztotta a hidrotőke. Már le akartuk adni a menetfelet, mondom, hát ha, mondom, még mondom, még, ó, mondom, hát gurulunk. Legyen még benne annyi. Mondom, még az a hosszú, mondom, próbáljuk meg, ha itt vagyunk 3 napja, mondom. De nem adtak is sajnos, ott egy jó 4 kilométer rajtó egyszer egyöngött a motor. Igazán a durranva pukkanás nem is hallottuk, csak azt látjuk, hogy a lángnyelvek már jönnek a, jön ki a motortérből, gyorsan félreálltuk. Kicsit megégett a motortér, de motor az kuka, de hála a jó Istennek nagyobb baj nem lett. Ott balra nincs az a hullámvasút, ami mindig lefele megy. Érted? Ennél csodálatosabb végszót, én azt hiszem, én sem adottam volna. Nagy egyszer majd följövünk. Egy garanciális problémánk van a karburátorra. 1972-ben a Weber gyárban besajtoltak egy dugót, ami most kiesett. Skandalum, iszonyat ideges vagyok az egész miatt, ez hogy történt. A torinói mafiát ismered? Nem, de rájuk küldök valakit. Valakit meg kell csippantani. A tavalyi esztendős annyi alaphelyzetben arról szólt, hogy ismerkedtél, megint visszaszoktál a rallizásba. Az idei már lehet a bajnoki pontokért való küzdelem, vagy lehet a bajnoki trófea elnyeréséről szóló történet? Hát ha igazat akarod, akkor megmondom, hogy erről álmodoztunk, most nem jó a kezdés így. Jó, hát ez a rally erről szól, improvizációról, meg technikai gondokról. Akik itt mögöttem állnak és csavaroznak, le a kalappal, azt mondom, hogy olyan autót raktunk ki, amit ebből ki lehetett hozni, ez működik, ez jó. A háttér az alakul, majdnem, hogy megvan már, szerintem megyünk gyorsan. Az van, amire számítottunk, jó csata van. Ha magunk teljesítményét kell egy kicsit elemezni, akkor én azt gondolom, hogy a probléma ott van, hogy 8 hónapja nem ültünk éles helyzetben versenyautóba, és ez nagyon sok. Ez tisztán látszik, hogy az R5-ösben nem ültünk. Az első körben túl óvatos voltam, de én azt gondolom, hogy ezzel nem volt tulajdonosabban nagy baj. Egy picit vissza kellett rázódnom, és most már azért úgy kezdek visszatalálni ahhoz a tempóhoz, amit tavaly mentem, de még mindig azt gondolom, hogy tavaly évben gyorsabb voltam bizonyos helyzetekben. Látszik, hogy évelei, vagy első verseny és évelei forma. Elhoztak egy alapbeállítással a kocsit, ami szerintem egy vagy olasz, vagy francia, ami jó minőségű pályára széles, van. Széles, egyenesre. Igen,
Hát tekergettünk sokat a futóműben kedden, jobb lett, lényegesen a kocsi autózható, de nem az igazi. Lehet bőle jó autó, be kell lakni, nem kis feladat, meg kis idő. És az egy nagyon fontos momentum, hogy azt is, hogy valami úton-módon terelgessük. Hát igen, erős nagyon az eleje, ahogy te is mondtad, az erőtös had, ez itt mindenkit meglepett szerintem, minket versenyzőket is, meg nézőket is. Hát nagyon nincs R2-es kocsi, R3-os. Mi lehet a reális szél a vége felé, Palko? Hát az első tíznek nagyon örülnék, amint most nagyon messze vagyunk, mert volt egy defektünk, máinkán mentünk egy 8 kilométert. Ilyen 12-3. Helyeket tudunk autózni. Szerintem még kell várni egy-két versenyt. Aztán majd évvége felé szeretnénk azért kicsit följebb lépkedni, nem véletlenül hoztuk ide ezt a technikát, meg ezt a sok sátrot, meg minden. Borzasztó érdekes, ugye mentünk már egy párszor ezeken a pályákon. A máinkai gyorson most ott megyünk, ahol az életben nem vagdostuk le itt. Tehát jó, a tavalyhoz képest ott voltak más sztorik is. 40-nel megyek gyorsabbat, mint a tavalyi idő. Az etanolos autóval. 40 másodperc? Jó, akkor nekem nagyon-nagyon rossz volt, de mindenki gyorsult. Tehát, mondom, eszembe nem jutott volna levágni ilyen helyeken. És most rá is vagy kényszerítve? Nincs ideje beírkálni, hogy ez most tempó, vagy padló, vagy ott mondom, el kell vállalni. A végig pofázol. El kell vállalni. Így van. A kis kategóriát, azt az R2-t kellene feltölteni. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez működött is volna, hogyha nem ilyen későn derül ez ki, hogy erre van lehetőség, és későn kezdik el. Körökre rajzol. Mondd meg, kezdj előre, jó tett? Akkor most ezt keresem. Na, tehát még egyszer. Figyelj! Ritmus érzékből, engedjük ezt el, figyelj! A rallizás alapja egyébként a ritmus érzés, jó? Majd az így... Navigátor nélkül nem megy! Nem, egyszerűen nem segít senki. Kimentünk, megpróbáltuk, de kiállni kényszerültünk, mert egyszer megállt az autó. Ilyenkor van lehetőség úgynevezett szuperrallizni, tehát folytatjátok a versenyt, ahol holnap napsorán. Így van, ez úgy történik, hogy az utolsó, aki beérkezik a ORB-be, neki az idejéhez hozzáadnak 5 percet, és azt az időt fogjuk mi megkapni holnap reggel. Hazai verseny, nem hazai verseny, az egy dolog. Igazából... Nem kell utazni. Nem kell sokat utazni, igen, de nem szombat, jobb, hogyha elmegyünk, és akkor már csak azzal foglalkozunk, és ott lakunk, innen meg még hazajárunk, és akkor még egyéb hülyeségek is vannak. És így kevesebbet, szerintem sokkal kevesebbet tréningezünk egy miskolci versenyre, mint hogyha elmegyünk. Igazából első verseny, puhatalózik mindenki, vissza kell szokni, sok volt a kihagyás. Én örülök neki, hogy ennyi erőtös autó van. A Mitsubishi-ket át is tudtuk így lépni gyakorlatilag, tehát elhagytuk őket. Az ennes helyükre kerültek. Így van, úgyhogy... Jó, ott volt egy üzemanyagváltás, aztán felejtsük el. Igen, persze, de tanulnak köszönhetően, biztos. De jó, hogy ugyanolyan egyforma kocsikkal kell versenyezni, és csak a pilóta számít valószínűleg. Megyünk a saját ritmusunkba, mert ahogy mondtad, már sokat mentünk, és ha kiesünk a ritmusunkba, vagy elhagyjuk a ritmusunkat, akkor abból baj van mindig. És látod, ezért fontos a dobverő, a kis cintányér, mert a rallinak most kimondtad, hogy ritmusa van. Ez csak az van. És ha és ezt, is élve, ezt a ritmust élvezzük. Az ennes mezőny önmagában egy olyan kitartó kis egység, és ezt az elmúlt évek alapján tapasztaltuk, hogy egy baráti társasággá avanzsálódott össze. Ez így van. Ebbe, hogy visszacsöppentél régi versenyzőként,
mit tapasztalsz, hogyan látod, tényleg működik ez a fajta történet? Azt gondolom, hogy igen, igen. Szerintem itt a gyűjtő előtti területeken, amikor van több idő, szerintem egészen jó a hangulat, és igazából a srácok úgy jönnek, érdeklődnek, mi történt, miért álltatok meg, vagy szóval így mindenki foglalkozik a másikkal, nem csak arról van szó, hogy na akkor menjünk, és akkor. Nyilván azt tudom mondani, hogy az első benyomás és az első érzés az az, hogy nagyon jó, tehát hogy mindenféleképpen nagyon jó, nagyon jó a hangulat, a szerviz csapat igazából attól függetlenül, hogy én most egy ilyen befogadott vagyok itt a többieknél, de mégis tulajdonképpen, mintha a saját embereimmel dolgoznák, hogy ugyanolyan a hangulat itt bent. Mennyire jöttök ki egymással az autó? Szerintem nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Igen. Közös nevező? Igen. Ő egy nagyon higgadt ember. Nagyon higgadt ember. A rajt előtt egy kicsit fel kell őt spanolni, hogy minél jobban ráfeszüljön a gyorsaságira, de akkor is nagyon kontrollált. Egy olyan dolog történt velünk így a 3-as gyorsnak a célbeírójában, hogy még soha, hogy befogott a fék, az első fék, így van, elverekedtük magunkat ide a szervizparkba, kicserélték a fiúk, ami... Betét tárcsa fogja össze, mint a satú? Így van. Így, hát úgy kell elképzelni, hogy volt olyan, ahol azért tudtunk ötödiket is kapcsolni egy-egy másodperc. Szegény autó szenvedett. Hát így van. És hát itt a szervizben sajnos valami malőr révén kicseréltük mindent, új fék munkahenger, stb. Fő munkahenger, és hát nem sikerült a légtenyítés idő. Azt a késre, rakom már le légy szés. Miért zavar? 18 pluszos karikád nincsen? Ne. Nehogy aztán véletlenül a műsorvezetőnek baja legyen. Na és lényeg a lényeg, hogy akkor végül is kikéstük a szervizidőnket, de azt mondom, hogy nem is bánom annyira, mert egy bizonytalan fékkel, főleg ezeken a nagyon tempos pályákon, tehát én azt mondom, hogy minden kerék nélkül is lehet menni az autóval, de legalább elől fogjon a fék rajt. Ma meg úgy megyünk, ahogy olyankor megy az ember, amikor se tétje, se semmi. Azon... De ilyenkor a laza, nem? Egyébként talánkor ilyen... Amúgy is, igen, laza, de hát az idők ilyenkor nem jönnek, tehát most már ez... csúnyán szóval P nélkül öcsözünk egész nap, tehát igen, ebből kiindulva szerintem behozható. Pontszerző helytől 9-re, úgyhogy maximum azt tudom, hogy ezt így fölteszem a fejemre, értette meg, ütheted így szépen. Jobbal tágat üt. Tá, tá, kör, és jobb láb fejjel pedig titi. Az a bal lába, csak szólok. Jó, várjál, nem bírom. De nem kell külön köröket rajzolnod, nem kifejezett, csak körözzél. Tá, az titi. Tá, tá, tá. Jobb láb fejjel pedig titit. Engedjük ezt! Beszéljünk gyorsan az N-csoportról. Üzemanyagváltozás, helyezés, maga az összetartás. Mit szólunk a közeghez, hogy itt most... A közeg az zseniális, tényleg ennyi jó autó között menni még a Mitsubishivel is jó, és a benzinre visszatérve az egy picit nekünk most hátrány, mert bevallom, én sem gondoltam, hogy ennyivel gyengébbek lesznek az autóink, ugye ugyanazok a gyorságokon mentünk tegnap, mint tavaly, és érezhetően nem tudtuk azt a teljesítményt kihozni az autókból, amit tavaly, tehát lényegesen érezhetően gyengébb így van az autó, és ez látszik is az eredményeken, hogy az R5-ösök megugrottak tőlünk, tehát ahol tavaly még meccseltünk némelyikkel, azokkal se tudtunk most. Na mindegy, a kategórián belül ez különösebb problémát nem jelent. Harmadikak vagyunk, nem mondom azt, hogy örülök neki, de elfogadom, most ezt dobta a gép. Életemben először megyek ilyen autóval. Hát én mondom, hogy a többiek azt mondják, hogy a helyükre kerültek a Mitsubishik, és hogy igen, nagyok a differenciák a tavalyi időkhöz képest. Igen, azt látjuk, hogy az R4-esek azok sokkal jobb időket mennek, mint mi. Ugye figyelgetjük, hogy hová tudjuk mégis tenni magunkat. Az, hogy milyen volt pontosan előtte, én azt nem tudom, hiszen még a hét elején próbáltam ki először egy ilyen összkerekes autót, vagyis hát pontosabban ezt. Nagyon nagy segítséget kaptunk ugye a Paliéktól, ezzel az autóval a Lovász Pali versenyzett ez idáig. Ő átült egy komolyabb R5-ös gépjárműbe,
viszont nekünk meg olyan előnyünk van, hogy ő a beállítások terén már nagyon profi, és megvannak az adatok, minden segítséget, tehát én azt mondhatom, hogy igazából egy kész autót kaptam, nekem már csak be kéne laknom. Hiába vezetéstechnikai oktató meg tréner, sajnos a ritmusérzék neki sem volt meg. Ez tévedés, voltam abszolút magyar bajnok, társas táncban, ott azért kell ritmusérzék. Jön egy kis csárdás Hoffer Zsolti módra. Az anyát keservi! Ezt engedjük most el, hiszen a borsodi kis Beirutban azért nagyon kemény csata zajlik a kis autók között is, habár nem vagytok túlságosan sokan, ezt valljuk be. Négyen vagyunk a kategóriában, így van, nem vagyunk sokan. Sajnos nem lett meg a Peugeot kupa, nem is így állnék talán, ha a Peugeot kupa lenne, de így is jókat autózunk. Van egy nagy csattanóhét a történetnek, új navigátorodban. Így van, Bunkóczi László tisztelt meg az Opel Dakar teamből, hogy két versenyre ül be mellém. Már most rengeteget tanultam tőle úgy, hogy mi nem ültünk az autóban. Tehát Bükszent László, Bükszent kereszt rajt, és meghallottam először az átbeszélőn a hangját navigálás közben. Ahhoz képest nem lett rossz, és onnantól azt gondolom, hogy a második, vagy a harmadik, negyedik gyorszom már nagyon jó volt. A következő versenytől biztosítás lesz rajta, akkor megpróbálom megmutatni, mi van benne. Most még ezt meg sem célozzuk, nem megyünk el a határig. Mi abszolút észre megyünk egy összeszokós, összetanulósat. Az erőtök a helyükre kerültek, az NS Mitsubishi-k viszont így a üzemanyagváltás miatt egy kicsit hátrébb csúsztak. Igen, lemaradtunk egy kicsit emiatt, de hát ez van, nem tudunk mit tenni, de nekünk még turbónk se jött meg, úgyhogy még gyengébb az autónk, hát ez van, nem tudunk mit tenni. Majd ha megjön, akkor majd harcolunk, meg igazából hosszú volt a kihagyás, igen, és igen. Még hozzá kell szoknom az autóhoz megint. A kilométerek gyűjtése nagyon fontos. Új dizájnnal, én azt gondolom, hogy meg tudjátok csinálni, és egyébként meg hát ugye azért mama főzi a bográcsot, tehát itt mindig olyan a hangulat, amit szeretünk. Így van, ezért jöttünk. De nem? Figyelj, végül is azért akkor... jöttünk, hogy élvezzük azt, amit csinálunk, nem érdekelnek annyira igazából az eredmények. Szeretem ezt csinálni, azért csinálom. A végre, egy nagyon fontos mondatot hallottunk a végére. Szereti csinálni, és ezért megpróbálja korrektül. Így van. Jó napot kívánunk. Köröket rajzol? Egyszerre? Nem, külön. Apa, nem pöttyöket! Tá! Az meg titi? Nem titi, ez nem titi! Tá, jól van! Egy helybe tartja a sarkát és a láb fejjel titit. Na, tehát akkor meg kezdjük előre. Ez nem megy. Nem titi, ez tá! Ez tá! Az meg titi! Kör, ott pedig tá! Nem gyorsít! Tá! Jobb láb fejjel titi! Engedjük ezt, Mindjárt szétverem. Figyelj. Tudod, hogy erős volt a tegnapi estém, az előbb említettem kamerát. Engedjük el ezt a kérdést. Na, de... Még nem tudtam magamról, hogy ezt se tudom. Nem tudom, hogy Anti tud-e táncolni, de ebből kiindulva nem nagyon hiszem, hogy a csárdást azt el tudja nekünk nyomni. Egy tovább, forog, szépen megy. Van itt azért ritmusérzék, én kérek elnézést, tehát csak egy nő kell hozzá, és mindjárt beindult a történet. Ritmusérzék, gyorsulás, új autó, 20 éves versenyzői pályafutás. Így van. Az autó nekem is új. Igazából szokni 20 kell. Év, 20 év. Autót szokni kell. Megmondom őszintén, sokkal többet ad, mint amit kinézek belőle. Nagyon-nagyon jó autózható kis kocsi, csak el kell hinni, hogy mire képes. Féktávval még nagyon sok bajunk van, de iszonyatosan tud menni, hogyha lendületbe hozod. Ákos viszonylag könnyen alkalmazkodik az új technikákhoz, de még így is legalább egy 2-3 versenynek el kell telni ahhoz, hogy azt mondhassa, hogy úgy érzi az autót, ahogy az kellene, vagy ahogy azzal lehetne menni. Volt időszak, amikor nem tudtam volna elképzelni, hogy a rally nélkül éljek, most azt mondom, hogy most sem tudom elképzelni, csak már az intenzitás kisebb. Nézd, tehát rallyhoz szerencse is kell, tehát ezzel nincsen történet. Meg kell hozzá tudás, meg ritmusérzék, ami megint csak. Mindenki nem volt most jelen pillanatban, de majd igazítunk rajta. Jó lesz ez szerintem! Fodor Laci terelgeti a jó kis céket R2-t a Bakó Rally Team keretein belül. Ez az R2-es kategória idézőjelben azt gondolom az egyik legnépszerűbb és legkeményebb. Ebbe belecsöppenni, belecsapni azért nem egy egyszerű kávéház. És hát a pályák állapota sem igazából, hiszem, hogy pont ezeknek a kis autónak kedveznek. De mondom neked őszintén, hogy igazából most megyünk ezzel az autóval először, ugye, mert azért mondom, hogy első bálozók. BMW-ztünk. Itt maga frontos, az egy más kávéház? Hát tavaly mentünk Hondával a Miskolc Rallyn. Más kávéház, de igazából
Még majdnem azt mondom, hogy ezzel jobb nekem menni, mint a BMW-vel, azt gondolom. Látom, hogy te egész nyugodtan kezeled ezt a szörténetet, tehát hogy nincs beszültség, nincs. Nem, megyünk szépen, csináljuk a dolgunkat. Igen. Igazából nálunk az a fontos, hogy legyen egy jó hétvégénk, ez egy kikapcsolódás. A hétköznap is lesz után. Jó, hát az, igen, azután. Ez egy jó levezetés. Mondjuk úgy, hogy aktív pihenés. Így van, pontosan. És erre ez tökéletes. Beszéljünk a kis Citroenről, ugye szilveszterén bandáztunk utoljára, igen, és igen, akkor igen, mondtuk, igen, hogy ugye C2 lesz a vége, a Twingo-t elengedjük. El. Itt vagyunk. Jó a döntés? Most eddig azt mondom, hogy igen, szerintem jó lesz. Ha az egész évet nézzük, akkor jó lesz. Most volt egy kis fék problémánk, azt úgy néz ki, hogy megoldották, aztán meglátjuk, megyünk tovább. Teljesen jó autó, én meg vagyok vele 100%-ig elégedve. Ez a fék probléma volt, de úgy érzem, hogy most megcsinálták, aztán az autó az alkalmas lesz szerintem az első helyre. Ennél csodálatosabb összetett, de mindenütt nem is gondoltam volna mindenkitől, de hát ezt azért ne felejtsük el, jó? Na, menjünk meg, kikésünk most akkor az első hely. Jó, ennyi, akkor menjetek, ciao! Megpróbálunk teljesen ésszel menni, folyamatosan gyorsulni. Megpróbálom úgy csinálni, mintha a Puntóval mennék, de az autó annyival jobb, hogy talán annyival gyorsabb is lesz. Az érzés az olyan, amikor te először ültél mondjuk egy ilyen Renault versenyautóba, egy gyáriba. Tehát igen, a mosoly, egy gyári autó. Mosoly meg a vigyor az folyamatosan, meg kiráz a hideg, tehát tényleg az érzés az nagyon jó. Az autó tudja. Csak még neked kell elhinni? Igen. Hanyadikak vagyunk? Tehát olyan alapvető problémák vannak, hogy húzatni kell. Ja, mert ugye ő dízel Puntóval ment, amit nyomatékból el kellett váltogatni, igen, ezt meg fönt kell tartani tiltáson. Trrr, 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 akkor jó, amikor pont beledurra. Így van. Mindenki azt kérdezte, hogy vajon Bardos meg tudja-e csinálni? Akkor jöjjön az, aminek jönnie kell. Bal kéz. Kőröz. Nem bonyolult. Tát került. Tá, 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 titi a lábbal. És már elkezdtem pöcsögtetni én is, tesó, várjál. Hoppá, hoppá, hoppá. Na, kezdjük ezt újból. Körzőzik, 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 tákatű, 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 közben pedig a lábbal titiket, ennyire egyszerű, nem túlságosan bonyolult képet az gyerekek. Higgyétek el, a páv egyet, ha meg tudtam csinálni, akkor ezen sincs sem gond. De jöjjön akkor most egy kis dobszóló, és menjünk tovább durvába, húzunk el, húzunk el! No eyes, no, no, no eyes on me. Összegezzük gyorsan az eddigi két napot. Kicsit le vagy lassú, úgy látom. Nem aludtam. Szombat reggel meghaltunk, föltámadtunk, magunkhoz tértünk, begyorsultunk, nem aludtunk. Salak pályán ugye szétestünk, aztán összeálltunk. Most vasárnap próbálunk menni, figyelünk, koncentrálunk, azt itt vagyunk. Élvezzük alapvetően ezt a napot. Én mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó így autózni, így, ilyen időjárásban. Örülök, hogy az első verseny nem esőbe kellett abszolválni. Minden működik, jól működik, megvan a taktika annak, a mesdjéjén megyünk, amelyik gyorsoljon, azt meghúzzuk, amelyiken nagyon sokat lehet rajta veszteni, ott egy picivel óvatosabbak vagyunk, és így haladunk igazából. Nagyon kemény a Miskolcvári, összetett, durva gyorsasági szakaszokkal, nagyon jó pályákkal, de azért te vagy a karmester, ezt ne felejtsük el. Hát igen, részben. Ez mindig azt mondom, hogy ez egy nagyon érdekes sport, mert kettő ember ül egy autóba, aki elementárisan más dolgot csinál, és ebből kellene egy végeredményt összehozni. Nálatok ez az a hangsúly 50-50%, 70-30? Hova tehető? Ez nagyon fontos momentum. Ha az egészet unblock mérlegre rakjuk, akkor mondjuk egy 50-50. Felálltunk, előről indultunk minden, előről kezdtük az egész verseny gyakorlatilag. Most ki is estek előlünk, úgyhogy még dobogóra is álltunk, ha végigmegy az autónál. Most megint volt egy kis technikai problémánk. Hát annyi van ezen a versenyen, mint tavaly egész évben. Jót versenytünk volna a Zsoltival, én azt gondolom. Meg ugye még a Antalfi, ifjabb Antalfival is. Nagyon jó meccsezések lettek volna. Valószínűleg azok is lesznek az év közben. Így van, én is ezt gondolom. Ezzel zárjuk. Miskolc Rally Forever. Egyszerre megy, és jobb lábbal titi. És megy.
és meg is vagyunk! Titi, menj neki! Figyelj már! Na erről beszélünk! A rutin az évek meg a tapasztalat! Jó, meg! És megy! Egy kis adó figyelés! Egyébként ez egy pálya alkalmazsági vizsgálat! Én kérek elnézést, radulánk van! Erzik Orvilak nagy király, hogy meg legalább kimondogta! És okos a taps! Mi kérünk elnézést! Ennyi fért mai adásunkba, a 26 percbe, ennyit tudtuk belesűríteni. Vége a miskolci rallicirkusznak!